Az 1000 lámpás éjszakája nevű civil kezdeményezést 2011-ben indították el azzal a céllal, hogy felhívják a társadalom figyelmét a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. Kárász Róbert közel egy évtizede próbál segíteni alapítványával az eltűnt gyerekeknek és családjaiknak. A program a nemzetközileg is bejegyzett eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódik. Céljuk, hogy segítséget nyújtsanak az eltűnt gyermekek minél hatékonyabb felkutatásában, és felhívják a figyelmet a megelőző intézkedések fontosságára. A program részeként meghonosították a teljes doboz akciót, melynek segítségével több tucat fiatalkorút sikerült megtalálni, és hozzájárultak a jelenséggel összefüggő párbeszéd elindításához is. Ami nagyon fontos volt számomra az az, hogy a program mellé csináljunk egy olyan kampányelemet, amin keresztül még hatékonyabbá tudjuk majd tenni ezt a fajta kommunikációt, illetve a fiatalkorúak felkutatását. És miután én tudtam azt, hogy az Egyesült Államokban a 70-es évek végétől kezdődően volt egy úgynevezett teljes doboz akció, elhatároztam azt, hogy ezt Magyarországon is meghonosítom. A terv megvalósult, és azóta Magyarországon is megtalálhatóak a boltok polcain azok a teljes dobozok, amelyeken az eltűnt gyermekek fotóit láthatjuk, tájékoztatott Kárász Róbert. A gyermekeltűnések száma folyamatosan nő. Míg 2011-ben 10 000 esetet regisztráltak, tavaly már 20 000-et. A regisztrált eltűnések számában bekövetkező növekedés oka az, hogy a bejelentések gyorsasága sokkal dinamikusabb, mint eddig volt. Ma már 2-3 perc alatt bejelentjük egy gyermek eltűnését, mikorában többet vártak vele az emberek, mondta el Kárász Róbert. Könnyebben nyúlunk a telefonhoz, könnyebben és magabiztosabban jelentjük ezt be mondjuk a rendőrségen, de ezt nagyon jól teszi. Tehát valószínűleg, hogy az emelkedésnek ez az egyik oka és kiváltója. A másik ugye, hogy amit a szakemberek mondanak, a legtöbb eltűnés, tehát a legtöbb gyermek eltűnés, az gyermekvédelmi otthonokban, intézetekből történik, és ott bizony a statisztikát erőteljesen megdobja az, hogy vannak olyan fiatalkorúak, akik mondjuk ebből a gyermekvédelmi intézetből egy év leforgása alatt, mondjuk akár 10-15-ször, nem bízik esetben, akár 20-szor is megszöknek. Ahányszor megszöknek, ezt ugye mindig bejelentik a rendőrségen, ez is ugye emeli ennek a statisztikának a számát. A harmadik tényező, hogy nagyon sok olyan fiatal van Magyarországon, akik tényleg boldogtalanok, és keresik az élet szépségét. Inkább csellengenek egy szebb jövő reményében, tette hozzá Kárász Róbert. Sokkal tudatosabban kell élnünk, és jobban oda kell figyelnünk egymásra és a környezetünkre. A gyermekeltűnések megakadályozása kiemelt cél, hiszen a csellengő fiatalok potenciális áldozatai a gyermekprostitúciónak és a bűnözésnek.